feleséged birtokában a terület az ellenállás megszűnőben. Elégedettek lehetünk, meghódítottak. Önfeltárás, öncenzúra, önigazolás, önigazgatás, bemutatás és szerzőség. Kettős alibi a megkonstruált történethez. A történethez mi a lázadás feltétlen biztosítéka, hogy a hátország szövegközelben érjen. Ez egy idézet Darvasi László Holger Antal Párizsban című kötetéből. Háború lenne? A hátország ugyanis katonai kifejezés. Mint tudjuk, az a terület, amely nem vesz részt közvetlenül a hadműveletekben, de támogatja a harcoló alakulatokat. Ott állítják elő a hadianyagokat, onnan mennek ki a katonák a frontra. A modern történetírás szerint a háború legfontosabb elemévé a hátország vált. Egy-egy háború kimenetele alapvetően attól függ, hogy milyen a hátország gazdasági ereje, a nagysága, a civilek száma, életmódja, a termelés szervezettsége. Ennek a kiállításnak a címe Hátország. Óhatatlanul felmerül a kérdés, ha a kiállított képek a hátországot jelenítik meg, hol húzódnak a frontok? Hol van az a hely, ahol csapataink harcban állnak? És egyáltalán ki az ellenség? Könnyű lenne egy poentírozott válasszal elvenni a kérdés élét, de engedjék meg, hogy ne vágjam rá vicceskedve, hogy Soros, engedjék meg, hogy ne beszéljek a közösségi média rettentő káráról, mellyel szemben fel kell venni a harcot, engedjék meg, hogy ezúttal már a pártoszig elmenően komoly legyek, és közös ellenségünket egy metafizikai fogalommal nevezzem meg. Ez a fogalom a pillanat. Én ezt a fogalmat választottam. Az a valami, amivel többek között a fotóművészet és hősies küzdelmet folytat. Rögzíteni, és ami ezzel egy, megállítani a pillanatot, ez születése óta a fotográfia meghatározó ambíciója. Csikós Attila és Tihanyi Károly nem a frontvonalba harcol a pillanat becserkészésért, hanem sokkal fontosabb helyen, a hátországban. Muníciót teremtenek, lehetőségeket, ha úgy tetszik, az örökké valóság számára. Ez az időbeliség talán legnagyobb paradoxona, megragadni a pillanatot, az éppen tovatűnő, semmivé váló tartamot, aközben végtelenített időt, örökké valóságot teremteni belőle. Ahogyan Susan Sontag írja a Platon barlangjában című eszéjében, minden kamera által rögzített kép memento morivá válik, mert mindegyik magáhordozza az elmúlás bizonyosságát. A pillanat, ami a fotográfián megörökítésre kerül, nem másról is tanúskodhatna, ha nem arról, hogy már elmúlt. Valaha a valóság része volt, ám többé nem része az életnek, kihullott a jelenből. A valóság leghűségesebb másolataként előállított kép a halott időt helyezi elénk. A fotográfia nem is lehet más ezért, csak alkonyi művészet, még akkor is, amikor éppenséggel az elevenség megteremtése legfőbb intenciója, amikor poétikus ereje a performativitásban gyökerezik, szükségszerűen magáhordja az elmúlás gyötrelmesen szép fájdalmát. Talán eleve azért találta fel az ember a kép általi reprezentációt, mert a kép megörökítő ereje hatalmasabb a szójénál. A vizuális rendszerekben rejlő megőrző funkció, mintha hatásosabban tudna a halál ellen szegülni, mint ahogyan arra a verbális nyelvi rendszerek képesek. Talán ez a magyarázat a képekhez fűződő titokzatos vonzalomra, az ember a képek által hatásosabban tudja kicselezni az elmúló időt. Márpedig az igazi, a legnagyobb ellenség az elmúlás, amely az enyészet parancsának engedelmeskedve nem csak a testi és anyagi valóságot számolja fel, hanem nevetségessé teszi az örökké valónak hitt ideákat is. Ám a pillanat mégsem csak a tovatűnő időt zárja magába. A pillanatban, ahogyan Csikós Attila és Tihanyi Károly képein előttünk áll, felnyílik a végtelen is. Ahogy Kierkegaard meghatározta, a pillanat egy pont az időben, megfoghatatlan, végtelen. Veszélyes ellenség, akivel ebben a felgyorsult idejű új világban, háborúban állunk. Minden bizonnyal komoly nagy ütközetek várnak még ránk, de tudjuk jól, hogy ennek a nagy küzdelemnek a végkimenetelét az dönti majd el, amit ez a két remek fotós, Csikós Attila és Tihanyi Károly épít, a hátország. A falakon végig tekintve komoly erő, nagy teljesítmény látszik. Nem veszíthetünk, kedves barátaim, a pillanat a miénk. Köszönöm. 33 mondat
Csikós Attila és Tihanyi Károly Hátország című közös fotókiállításának megnyitójára. De vajon megrabolható-e a fény, ami eredendően digitális természetű, vagy van, vagy nincs? Ám ha nincs, akkor is van. A rávaló várakozás teremti az időt. Ha pedig van, mindent feltölt, amit megérint. Ami előttem van, és ami bennem. A cseret, ami általa lesz szemlélhető. Az úgynevezett ábrázolás tárgya, ami ő miatta jön létre. A képkészítő külső és belső érzékszervei, melyek tőle válnak alkalmassá a rögzítésre. A fénnyel való feltöltöttség, a figyelem, a táj figyelme, a kompozíció figyelme, a körülhatárolás figyelme, a helyzet figyelme, a tekintet figyelme. Az idő figyelme, amikor a pillanattá válik. És utóbb a néző részéről a beengedés figyelme. A figyelmek mindig találkoznak. Nem történik más, fény a fénnyel egyesül. Létrejön a kép. A fény kép. Van-e hatalma az embernek a kép létrejöttét megakadályozni? Van-e hatalma nem belerúgni az aszfalton mosolygó kapicsba? Képes-e nem lecsippenteni a halánték a magasságában duzzadó édes faepre? A fény szüli a kényszer is. Kiszolgáltatottak vagyunk. A fény rabszolgái. Bűnünk, ha van, a bennünk élő fény bűn. Legyen szemünk ennek belátására. Hiszen veled én nagyon örülök, hogy itt lehetnek, mert négyen nagyon ritkán voltunk egy teremben, talán kétszer életünkben, ebben az utóbbi évben. És akkor is mind a négyen máshol jöttünk ma. Szentendréről, Debrecenből, Békéscsabáról, jöttünk talán Attila Pestről. A másik az, hogy valóban megállapodtunk, hogy egy oldalt írunk, csak mindenkinek más jelent az oldal. Az esztétának azt jelenti, hogy faltól falig egyes sortávolsággal 66 mondat. A film rendezőnek azt jelenti, hogy 33 mondat és mind külön sorban. Nekem pedig azt jelenti, hogy másféle sortávolsággal 16 mondat. Ez tökéletesen megfelel egy dráma dramaturgiájának. Egy hosszú első felvonás, egy rövidebb második felvonás, és egy csattanós harmadik, ebben nem vagyok biztos, hogy csattan, de hogy röviden, azt tudni. Tapasztalatlan a finnyel kurátor sem rendezhette volna el jobban ezt a kiállítást. Két ennyire más alkotót ugyanegy terem falára tenni, nem csak izgalmas kísérlet, de tanulságos lehetőség is. Könnyebb azonban megfogalmazni, mivel hasonlít egymásra Tihanyi Károly és Csikós Attila. Abban nyilván, hogy mindketten remek fotósok. Nyilván abban is, hogy mindkettőjüket érdekli az ember, meg a sorsa is, meg az emberi sors is. És mindketten dolgoznak fekete fejekben és színesben. Már most nem kerülhetjük meg a lényeges különbségtételt a két művész között. És a különbség elsősorban abban ragadható meg, ha megragadható, ahogyan, amilyen szándékkal a tárgyak felé közelítenek. Csikós megkeresi, majd megtalálja a fényképezése tárgyát, és abból sorsokat fabrikál, látvány sorsot. Tihanyi rákeres, mert rátalál egy sorsra, amelyből aztán a látványt eredőzteti, sors látvány. Nem tudom, mennyire vagyok érthető, de ezt nem tudom pontosabban röviden megfogalmazni. Talán még úgy sem. De talán még úgy, Csikós arcai, figurái úgy léteznek a valóságban, hogy rájuk talál, és a rátalálásból bontakozik ki az arcuk. Ez vonatkozik a tájra is természetesen. Tihanyi arcai nem léteznek a valóságban, de ott van a sorsuk kiterjedése, amelyből a fotós kibontja az arcukat.
Az eredmény látványban sokban közel azonos. Értelmezhetőségben azonban lényeges különbségek mutatkoznak. Ezek nem minőségi vagy tematikai különbségek, hiszen az arcok, figurák mellett mindketten belemerengenek a maguk tájába is, hanem át- és megérhetési kalandok. Hogy más a pozíciója két fotóművésznek, úgy más-más pozícióból kell a szemlélőnek néznie a falra felfüggesztett darabonkénti egyéni világokat. A látszat ellenére nem az extrákhoz vonzódnak, hanem a jelentésesekhez. Legyen az egy ráncos arc, a ráncokba beívód az élet sötétségével, vagy egy kék molló reménytelen vágyakozással a másik part felé. Mindkettő benne van a köztes létben, az idő illat a gomolyok közöttük. Köszönjük. Köszönjük szépen Gulyás Gábornak, Mispál Attilának és Zalán Tibornak. Érezzétek jól magatokat, hátsó teremben van mindenféle itt a bors, pálinka, ha jól tudom, sör nincs. És víz nincs. Most én mondom, hogy a kiállítást ezen megnyitom.